Brazília, Szerbia, Svájc és Costa Rica talán csak a csoportgyőztes lehet egyértelműen megtippelni a világbajnokság eljelő négyeséből, bár a Budapest Honvéd brazil csatára Danilo szerint hazája válogatottjára már az elején is nehéz mérkőzések várnak. La grupo de Brasil es un grupo obviamente no es fácil. Jogamos con Suiza la primera partida y jogamos también con Serbia. Sí. Yo siempre hago bromas con los amigos de Serbia aquí de equipo, digo, el día 27 de junio no vamos a entrenar, vamos solo a mirar la partida, seguro Brasil va a ganar 2-3-0 de Serbia y todo va a me pagar la comida. Costa Rica también, un equipo que es fuerte, que puede sorprender. Yo he visto la lista con algunos amigos que tengo en fútbol, yo conozco bien Fernandinho, ha jugado mucho contra Douglas Costa, Tyson, un amigo, Fred, jugadores que jugaban en Ucrania. Estoy contento con estos jugadores. Brasil tiene un histórico de tener siempre jugadores fuertes, jugadores buenos. Y pienso que en el momento, para los mundiales, es el mejor equipo que tenemos. Yo jugaba en Ucrania 2 años. Y todos estos jugadores jugaban en Shakhtar, entonces todos los fines de semana hacíamos churrasco, comíamos juntos, estaban con las familias juntos, por ser un país diferente de nosotros, estábamos siempre juntos y tengo contacto hasta hoy. Két Magyarországon védő szerb kapus, Filip Pajovic és Branislav Danilovic szerint ehhez azért hazájuk nemzeti 11-jének is lesz egy-két szava. A szerb válogatott, a játékosok szerintem minimum egy negyed döntő kell játszani. Ilyen minőségi van a játékosnak, de régen is mindig ilyen volt, jó játékosok, aki nagy klubban játszik, de utána nem jött össze valamilyen jó eredmény, de most szerintem most, amit volt a kvalifikáció, nagyon jól játszott a csapat, együtt volt, és most remélem, hogy a bajnokságban lesz több siker, mint elmúlt világbajnokság. Akkor remélem, ilyen negyed döntő biztos lesz. Viszont azért már maga a csoport is nehéz, hiszen Brazília, Costa Rica, Svájc. Innen melyik helyet lehet belülni a továbbjutáshoz? Szerintem a első hely az a brazilnak lenne, az biztos. Szerintem mi meg a svájcik fog harcolni a második hely a csoportban. I played under 21 with a lot of players and with some players in the team in the Serbia. We have individually very good team. The midfielders and striker individually is the they play in one of the top league in the Europe and I think we have a quality for the next round and more. But you know, when start the World Cup, every game is the other game, you know. Other, you must concentrate for every game. It's not everything depend of us, you know. Szerintem a legnagyobb, erősebb a csoportnál az a védekező rész. Szerintem ott van a Kolarov, aki Romában játszik, Ivanovic, aki Zenitben játszik, jó kapos, aki több mint 10-15 év játszik a válogatottban, Stojkovic, meg másik belső védő, aki Schalkeban játszik, Nastasic, meg Rukavina az Villarreal, pedig nagyon jó védekező közepás is van, Matic a Manchester United-tól, meg Milivojevic, a Crystal Palace, szerintem az a védekező egy ilyen erősebb rész a válogatottnak. Szerbiában ilyenkor hogy néz ki a VB-láz? Ugye két éve biztos te is találkoztál vele, hogy itt Budapesten az utcára vonultak az emberek, amikor egy-egy győzelmet aratott az EB-n a magyar válogatott. Ez Szerbiában hogy néz ki? Ott is hasonló népünnepé van? Persze, ott, ha jól emlékezik, akkor 2010, amikor megvertük a németek, ott a világbajnokságon nagyon nagy ünneplés volt az egész országban, és szerintem most lesz ugyanaz, a Szerbiában a foci nagyon fontos, és ott mindig az a legfontos, amikor játszik a válogatott, és mindenki nagyon várt azt a mérkőzést, meg most a világbajnokság. Brazil pat tiene ahora problemas con la política, con algunas cosas, mas el futebol siempre traz alegría, traz momentos de felicidad, seguro vamos a ter festa con en las partidas de la Copa del Mundo. Na de mégis mit gondolnak a légiósok? Ki nyeri a világbajnokságot? Szerbia. Why? We are strong. Joke. For me, okay.
Argentina. My favorite is Argentina. And Brazil, of course. And France. France is also a good team, and fourth is the Serbia. I hope we can, maybe we cannot win, but we can go to final. Seguro podemos ganar, mas é importante que temos o respeito de, temos que respeitar as outras equipos, que são equipes fortes, equipes de tradição. São 7 partidas muito difíceis, tem a pressão psicológica, todo o la vontade que tiene de ganar un mundial, tiene que tener una concentración 150% a todas las partidas, porque no se puede cometer errores. La expectativa es muy grande, porque si juega una Copa del Mundo en tu país, normalmente Brasil, que podría ganar una vez más, tenía una presión muy grande de la prensa, de los fanáticos, increíble. Si jugamos contra Argentina en la final, podría ser increíble por la historia del fútbol. Uma 7-1 é uma dolorosa derrota, mas se passou, a equipe está melhor, na outra geração, alguns jogadores que estavam nesta partida, mas o momento é muito melhor agora do que na última Copa.